Mit adjunk enni a kutyának, ha gond van a fogaival? Jó, hát a kutyának a fogazatával milyen gond lehet? Kutyában a kariesz, a fog lukasodása, vagy a foglyuk képződés az nem jellemző, nagyon-nagyon ritka. A kutyának a fogazatával két dolog tud előfordulni, az egyik, hogy valamilyen sérülés éri az ománc réteget, és ettől kezdve valóban a cementállomány sérülhet, ez előfordulhat. A másik pedig a fogkövesedésnek a kérdése, ez kifejezetten jellemző, főleg a kisebb testű kutyákra, Yorkshire Terrier, Chihuahua és társai, ezek nagyon-nagyon jellemzően, nagyon hamar az életüknek az első harmadában már jelentős mennyiségű fogkövet tudnak kialakítani a szájukban. Ezek valódi fogbetegséget, fogágybetegséget is okozhatnak, és leginkább amivel ez feltűnik, vagy ahogy ez a tulajdonosnak feltűnik, az a szájbűz, tehát kifejezetten kellemetlen szájbűz jön ilyenkor a kutyából, az a másik, ami feltűnik, hogy esetleg oldalt rák, valamelyik oldalán rák, hogyha ott már ingyulladás is van, fogmedergyulladás van, a harmadik, hogy kezdi potyogtatni a fogait. Tehát különösen ezeket a pici incisívuszokat, amik itt elől vannak, azokat a pici fogacskákat előbb-utóbb elhullajtja, és hát a kisörlők közül is meglazulhatnak. A nagyörlők azért nagyon, nagyon előrehaladott folyamat, hogyha azok már meglazulnak, de a kisörlők azok képesek meglazulni, és akár el is vesztheti a kutya. Tehát az etetést ezekhez kell igazítani. Most mit adjunk, hogy ezek a folyamatok ne jöhessenek létre? Mindenképpen egyfajta szájhigién és hozzáálláshoz hozzátartozik, hogy időnként adjunk olyan elességet a kutyának, amely megtisztítja a fogazatát. Ez azt jelenti, hogy olyan állagú kosztról beszélünk, olyan állagú szétharapható kosztról beszélünk, amelyik arra alkalmas, hogy kvázi megcsiszolja a rágás közben, megcsiszolgassa kívül és belül a fogazatát az állatnak. Régebben ugye más anyag nem nagyon volt, nem lehetett kapni, mert nem most voltak ilyen pet shopok, nem voltak boltok, nem volt kínálat. Régen azt mondtuk még, hogy etessen ilyen félig száraz kenyeret, tehát félig megszáradt kenyeret etessen időnként a kutyával, hadd rágjon vele, hadd küzdjön meg vele. Ez alkalmas volt arra, hogy valóban ezt a foglepedéket, ezt lesodorja, lecsiszolja a fogról, és a foglepedékbe majd nem fog beleülni a fogkő. Ma már erre külön ilyen falatokat árulnak, ilyen fogtisztító kekszeket és különböző falatokat árulnak, amelyek pusztán arra valók, hogy ezt evel megkínlódik a kutya a rágás közben, nem tudja olyan nagyon könnyen szétrágni, és körbe járatva ezeket a falatokat a fogazatán, ott mindenhol elvégzi ezt a csiszoló munkát. Ez tulajdonképpen olyan, mint a fogkefével, hogyha jó alaposan megdörzsöltük volna. Van olyan kutya, akivel lehet fogkefével is ezt eljátszani, tehát vannak ilyen emberi újra felhúzható fogkefék, amit árulnak a pet shopokban, és ezekkel bizonyos kutyáknál, aki hagyja, bizonyos típusú fogkrémmel, ami kutyának való, ami nem undorítja a kutyát, tehát nem mentolos és nem az emberi ízlésnek megfelelő, hanem kutyának megfelelő fogkrémmel, bizony meg lehet nagyon szépen pucolni a fogát a kutyának, tisztítani a kutyát a fogát a kutyának. Ez ugyanazt a hatást éri el, a fogtisztítással, ezzel a fogkevés fogtisztítással a foglepedéket tudjuk tulajdonképpen eltávolítani, és a foglepedék, hogyha nem marad fönn a fogon, akkor nincs hova beüljön a fogkő. Tehát ez az etetési tanácsadásnak a lényege, hogy a szájhigiéne szempontjából időnként fogtisztító etetést is érdemes, vagy fogtisztító falatkákat is érdemes adni a kutyának. Ez megelőz egy csomó fogbetegséget, fogágybetegségeket és fogingyulladást, foglazulást és más egyebet. Amennyiben sérülés érte a fogat, és mondjuk egy komoly nagyfogról van szó, és ott megnyílt esetleg a pulpa csatorna is, tehát már a centrális csatornája is megnyílt a fognak, akkor forduljunk fogászhoz, állatorvos fogászhoz, vannak ilyenek, Budapesten több is van ilyen kolléga, akik szépen ellátják a fogat, gyökérkezelést végeznek, betömik a fogat, és megállítják a fognak a pusztulását.